Hello, én egy bikinis lány vagyok, és semmi közöm ehhez a reklámhoz. Ez nem is az én hangom, egy csávó mondja alám a szöveget. Kevésbé csinos, mint én, viszont lefejlesztette a Matchbox appot, amivel nagyon fontos kérdésekre kaphattok választ. Melyik csatornán, milyen élő meccsek lesznek a héten a tévében? Töltsd le a Matchbox appot, és ne maradj le egy mérkőzésről se! Ugye jó vagyunk, azt mondd meg nekem, hogy te mivel töltötted az estét? Hát én ágyba fejtem már régen. Na, de a foci meccset nézted, gondolom azért hívtál, vagy lehet, hogy abban akartál csak dumálni lehet. Vagy csak egyszerűen Németh Lajos vagy, és arról akarsz beszélgetni, hogy most a jégviszonyok mind. Jó, csak mondjad. Tovább is van, mondjam még. Elmondom majd Gabikával, úgy is szerettem volna már beszélni. Itt vagyok. De a Ortival, a Biva nyalja ki a szemét. Mondjad majd neki. Igyekszem átadni az üzenetet, jó? Igyekszem átadni az üzenetet. Közben, jó? Mindenképpen fogunk szólni, és további szép estét kívánunk, jó? Jó, köszönöm. Na, hát... Gabi, csak fölébresztett valaki ma este. Nehéz ehhez mit hozzáfűzni egyébként. Na jó, akkor folytassuk valami foci VB-vel kapcsolatos történettel. A következő hívót nagyon-nagyon várjuk. Gergő már itt is van, tökéletes. Gergő, szia! Hello, mennyire, hello. Nem tudom, mennyire hallgatod az adást, neves velünk együtt, vagy szólj be te is. A kivajos még megvolt. Na hát akkor jó este van. Szóval után szabadon, tehát nekünk a bivajos lesz a következő beszólásunk. Na te neked mi a véleményed a VB-ről? Vagy te is csak amivel szeretnél beszélni? Nem. Én VB-t nézem, azt azon szerettem volna kapcsolatban mondani, hogy na, engem az lepett meg tényleg, hogy a E-csoportot leszámítva minden csoportból továbbítottuk összes amerikai csapat. Mind az észak, mind a dél. Ez ilyen csak egy Vádor és Honduras esett ki közülük. Ilyen Copa America bizonyos szinten, nem? De ez jó, nem tudom sajnálni ezeket az európaiakat, ha úgy játszak, mint ma az oroszok. Hát például, de igazából nem az az érzésed, hogy mindenki így sokan legalábbis föladták a játékukat? Vagy valahogy nem tudtak küzdeni, vagy miért van az, hogy az európaiak ilyen gyengék? Ennyire nem bírják Dél-Amerikát, vagy te mit látsz, miért van ez? Nem tudom egyébként, tényleg, tehát a abszolút nem állnak össze ezek a csapatok, tehát hogy pont az szokott lenni, hogy az európaiak sokkal szervezettebben szoktak játszani, erre most pedig ellenkezőleg van, az amerikaiak azok, akiknek teljesen jól fel van építve a csapatuk. Most is az oroszok is, horvátok is csak össze-vissza szaladgáltak, pedig egyénileg jó játékosokból állnak. Pinto! Össze kell, hogy szedje magát, mert ugye az egész meccset csak végig szuszogta a Zédorf. 10 éves kora óta így néz ki, egy gram zsír nincsen a fickon. Ja igen, meg neki van egy motoros csapata. Mert hogy egy szerényebb pénzösszeg a rendelkezésére állt, nyilvánvalóan visszavitte az üvegeket, és ebből kifolyólag összehozott egy ilyen 250 köbcentis motorcsapatot. De nem is biztos, hogy 250 köbcentis, hanem az a lényeg, hogy nagy menők bringáznak ott nála, és hogy nem olyan kicsi a költsége ennek. Hát ugye Clarence, uhó, Iniesta nézelődik, Valdez nem került, de Villa, Xavi, a sittesek, Pinto mehet. Roni nem nagyon dubcsizik Peppel, mert valószínűleg, hát nem valószínűleg, hanem bizonyos információk szerint a tréner jelenléte miatt jött el. Pep is, aztán Puyi még oda megy egy kicsit hablatyolni. Na, akkor kezdődjék a menetelés. Zédornak egyébként van egy futballcsapata is, a Lega Pro Prima divízióban. Ez egy monzai kis csapat.
Na nézzük az első megbüntetőt. Roma, illetve a Bolha. A labda nem egészen a mészen volt. Jó! Ez elég kegyetlen kis lövés volt. Inkább gyalázó, mint sportos. Gallianinak ettől megviszketett a füle, vagy hát viszketőssé vált a füle. Jól érezte egyébként Roma. Ó! Egy picit nagyobbat dobbant a testén, akkor valószínűleg szomorúbb lett volna Leo Messi. Zédorf, akiről beszéltem, 34-es tendős, a nagy Clarence. Most néz föl, Pinto, na, amigo, pagare, jön a fizetés, és ó, megfogta, Pinto, megfogta! Kicsit öregebb lesz, akkor valószínűleg a Mézga családban simán elvállalhatja Mári szomszéd szerepét, de most egyelőre még dusa hajzata. Clarence meg ezt elmisziszte. Hát picit nagyképű volt. Lehetett volna ennél, hogy mondjam, alázatosabb is. Busquets, a fater már végre ott van a csapatnál, sikerült beegyengetnie. Roma! Améliát váltotta a Milán kapujában. Az is megvan. Romának egyébként már nagyon-nagyon sok jó megmozdulása volt ez a mérkőzés, ez nagyon-nagyon sok, az éppen 5-be fér bele. És most is jól kiszuszakolta, hogy merre rúgja. Picit nagyképűen lövöldöznek ezek a fickók. Picit arra gondolnak, hogy hát figyú, elvéle... Gyerekek, most már rúgjon valaki futballistásat is, jó? Mert gyerekszínészt már láttunk. Na majd Krikic megmutatja a szerbszke Déco. Venga! Ez benn van! Júj! Az 1-től 10-ig skálán ez mínusz 6-os lenne. Flavio Roma! A kő, amely leesett ugye... Alves szívéről. Ezt is kiheszintette Silva. Az a baj, hogy túl közel jött alá a labda. Jankulovszki? Nem, Jepes. Tito Villanova Borbénál volt. Aha, Jepes, a kolumbiai. Hát ő aztán biztos, hogy hát a urugvásokat ismerve meg a kolumbia. Valami nagyon nagy figura. Gyerünk, vihura. Beverte, oda tette. Még a legmegbízhatóbb. Bravo, amigo! Jankulovszki jön. Majd a következő sorozatban, mert most Barthás kell, hogy bemutassa. Pinto elment látogatóba a másik kerületre. Vagy kerülethez. Tiago, a kisgyerek? Pont ő. Az jó lesz. Hát eddig a legfényesebb csillag volt. Flavio Roma beszögelte volna a kapuját, még akkor is maradt volna egy kis rés, ahová beteszi a kiskoma. Hát azért ez sem volt egy szerény nekifutás. Odaverte, mi is kacok? Oda-oda, fiú. És hát ő is törvényszerűen összetintáztatta a karját. Na most jön Jankulovszki. És a hajmanöken Pinto. Most az van, hogy Messi, Boyan meg Thiago beverte, Jankulovszki meg kikapta. Bár ő pont fordítva akarta, úgyhogy ezzel azért eldőlt a 45. Gamper kupa sorsa. Sandro Rossi, illetve Adriano Galliani dumcsiszta meg, hogy mi a helyzet. Pinto szegény ilyenkor jó. Bezzek a Bajnokok Ligája döntőben, akkor mindig Valde ez a főnök. Laporta, régi idők harcosa, kikerült már a fókuszból, de általában jó nők veszik körül őt is. Boris Becker életében ez nagyon nagy kérdés, hogy vajon őt azért szeretik a nők, mert szép, vagy azért, mert olyan sok pénze van. Az utolsó ceruza tolvonás Pinto kezéből származik. Á, kaccók ezek mindannyian. Én vagyok a jó kapusztyin. Jorge Canelo Prieto nézett körbe, és aztán általános meccsere.
Puyitól szerette volna elkérni Thiago Silva. Huntelaar, ő már ott azért keresi a sárkés papírt. Strasser elég szolid a fogadtatását, azért egy világbajnok nem akárkit szokott megölelni, megcsókolni. Volt azért itt néhány trehány 11-es rúgó. Zédorf, Pedroval dumcsizgat. Na, Adriano Gagliardinak meg beakadt egy szőke muflon, egy szőke ciklon. Nem tudom, hogy az a hátul lévő férfi a szemüveges mögött az vajon Gagliani elnökre kíváncsi, vagy pedig a menyecskére. Látása. Nem kell, hogy egy terézvárosi megfigyelő kamera legyen a szemeihelyén, de hát ott azért ekkora rutinnal csak érezhetné, hogy hol a net. Azért elég komoly büntetés volt nekünk a 23. fordulóban. Az a Kaiserslautern-Freiburg mérkőzés az annyira volt izgalmas, mint mondjuk a fűnövése. Mutattak be sokat az első időt, és viszont 5-ször volt lehetőség itt, de mindegyikben benne volt a gólcsíra egy az kisnő. Hát idézte, nem? Meg Monzont az a mozdulat. Jött Montoya. Üres a Maluda mellett első indult a labdát, de nagy mentés volt Terry részéről. Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Andrés Iniesta! Mekkora buli, mekkora házi buli! Nagyon jó kiugrata! Mit csinál Nikola Pericet? Ki kell állítani! Ezt az ostoba marhaságot, amit csinál, főső zsebből zsúl Pablo Lunati, fia, mehet zuhanyozni, ilyen béna idióta bolond kapus. Szuhászónak valami gyógyvizet dobnak az arcán, csak a 16 fokban ugye az át, lehet, hogy ráfagy ugye a vonásaira a víz, és akkor egyfajta eszkimóként vagy jeges emberként fog funkcionálni. Véletlenül se kelljen föl ugye egy másodperc alatt. Jöhet Benny Schwarz! Ő is jó kőhajítógép. Kijön le a pályáról, lássuk csak. Téli gumi, nyári gumi, Birovka? Hát ő ugye nem egy ilyen új ereszt. Itt van a lövés. Ezt szerintem csak lézerpuskával lehet fölmérni, mekkora távolságra ment. Altenberg nevű helységben, Zimmer! Zimmer, hol van tír? Feláldozta a manduláját! És aztán időt kér Zimmer, vagy pedig belenézett a golóba. Én nem mandulom, orr! Ujj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 
De nagyon úgy föst, hogy itt egyetlen találatocska fog majd a három pontról szólni. Kicsit daraboskás mozgású lett a picture most. Bírman. Takiev. Jaj, micsoda szellőlábú zsugabubus volt. Büntetés nem kap Torgelle. Koulibaly jobb lába, azt kérem csak, azt általában csak fogmosáskor használja Koulibaly, ugye arra is támaszkodik. Szóval nem... neki általában nem hozza Jesszuska nyakkendőt. Mendez! Iszok! Martin! El hombre Martin! Igazi balfék! Egy centiméterről nem tudta berúgni ezt az argentin válogatottat. Tessenek nézni! Ups! A szücske! Hát ez gyönyörű! Onnan nem! A filharmonikusoknál Stegmaier beadására! Sanyi a legnagyobb király! Torgel és Sanyi megmutatta! Tragédia volt a dolog, tragédia. A kutyák, elengedted őket? Most mennek kifele, levegőzni. Húha! Jaj, édes Isten! Így hívják a kutyádat? Parancsol? Így hívják a kutyádat? Tragédia. Te, Peti, képzeld, itt törjünk a szerkesztő koordinációja, hazamegy. Úgy érzi, hogy igazán sok köze nincs a mai adáshoz. Hát.
Oda se neki, de legalább nem a fociról beszélünk. Jól elmulasztottunk, mennyit vagy 8 percet? Jó, akkor nem is tartanak fel, bárta valaki még sportról is akar beszélni. Ja, olyan van. Vigyázz a kutyákra. Oké, okay, most lehajtom befele. Ciao. Hát ez milyen... Megbeszéltünk mi? Ez szép volt. Akar valaki telefonálni, Kornél? József. Szia, Gábor. Így van, szóval. Arról beszélsz, amiről akarsz, jó? Ma ilyen nap van, jó? Ma bónuszban vagyunk. Hát látod, viselkedése válogatja az én kutyám, mit alszik mellettem. Igen? Nagy kutya? Totál. Nagy testű? Tot... Egy német juhász. Nem is megy be hozzátok senki? Hogy hát hívják? Mennyi idős kutya? Rambónak. Rambó? Azt alszik? Egy Rambó nem alszik, ifjabb Szabó. Édes öregem, hát csinálj már azzal a kutyával valamit. Két baj. Fölébred Rambó vagy mi? Haló, igen Szabó, életben vagy? Igen, életben. Mi van Rambó? Valamit csinál, vagy? Nem, az, tudod így oldalra van dőve, ki van nyúlva. Élem? Négy lába így szuszol. Elő. Alszik, mint a húza. Jó van. Majd íze van, majd mutatom képet. Igen. Itt van a kutyád. Hogy kérdezzek, egy utolsót, Kornél, haragudj, meg kell ezt tudnom. A kutyádon van hajpánt? Hajpánt? Miért lenne? Hát mert a Rambó is, a József Rambó is hajpántól harcol. Hogy így már, így csinál, hajpántól. És akkor én most így lehetek Rambó, Kornél? Hát jól áll. Nagyon jól áll. Őrjöngő szerkesztő, Zoli bácsi mutas. Tiszta bolondok háza, megőrült mindenki.